az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaltok helyet. Nem csak a hagyományos júniusi szentmisénkre gyűltünk össze, hanem egyben a mai szentmise búcsús szentmise is. Ahogyan láthatjátok, ezen részegyházközség védőszentjének, Árpádházi Szent Kinga Szűznek miseruháját öltöttem magamra. Az ő ünnepe július 24-én van, de a mi missziunkban július hónapban és augusztus hónapban nincsenek szentmisék. És mivel ez az utolsó alkalom, hogy itt Biberákban, ebben az első fél évben találkozunk, nyilvánvaló, hogy akkor ez most egyben a búcsús szentmisénk is. Ahogyan a nevében is benne van, a búcsús szentmise az kegyelmi kincset ajándékoz számunkra. Elnyerhetjük a teljes búcsúnak a kegyelmét, amelynek feltétele többek között a lélek kegyelmi állapota, hogy ne legyen súlyos, halálos bűnünk, bocsánatos bűneinket, emberi gyengeségeinket most a közgyónásban, itt a szentmise kezdetén mindannyian megbánjuk. És azt követően pedig, hiszen a héten Úrnapja is volt, az eukarisztikus Krisztussal találkozunk itt a kenyér és a bor külső színeiben. Együtt vagyunk a háladás nagy szentségében, a szentmisében, amelyet természetszerűleg egyéni szándékokra ajánlunk fel, mindenekelőtt a hála és a köszönet jegyében. Továbbá ebben a szentmisében imádkozunk a Láng család halottaiért. A kezdőjének ennek a szentmisének, búcsú szentmisének így hangzik: az Úr az én örök részem is, kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinór értékes rész juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem. A 15. Zsoltár 5. és 6. verse ez, amely mint egy biztat és bátorít mindannyiunkat, hogy ha életünket a szerető, a gondviselő Isten tenyerébe helyezzük, akkor nem kell aggódnunk, nem kell félnünk, hiszen az Úr az én örök részem és kelyhem, ő irányítja az én sorsomat. És mert a mérőzsinór értékes rész juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem. Szentmise kezdetén, hogy a kegyelmi kincsek befogadására méltók legyünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, írgalmazz!
Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek. És a békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszel a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te megismertette Szent Kingával a kegyelmi élet édességét is arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Mint a felkelő nap, olyan a derék asszony. A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek száma. A derék asszony jól tartja férjét, és az békességben töltheti be éveit. A jó feleség nagy ajándék. Aki féli Istent, jót tettei utalmául, az részesül benne. Akár gazdag, akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán. A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiba. Az értelmes és hallgatag asszony Isten ajándéka, a derék asszonyt nem lehet megfizetni. A szent és szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és a mértékletes asszonynak nincs ellenértéke. Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak, olyan a jó asszony szépsége, házának ékességére. Ez az Isten igéje. Isten legyen áldva. 253 szám életnek a másik.
cikkecske Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim! A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem éppen vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiállat sokakra. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne féltek is, dednyáj, hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, a Biberáki Részegyház község egyike a 15 részegyház községnek missziunkban, és azon közösségek közé tartozik, amely közösség példaképet, védő szentet választott maga számára. Hogy ti hogyan és milyen formában választottátok védőszentként Árpádházi Szent Kingát, nyilván ezt ti magatok tudjátok, hiszen én ezelőtt közel 8 esztendő, amikor ide érkeztem hozzátok, már ünnepeltétek védőszenteteket. Nyilvánvaló, Imre atya volt az, aki közösségek számára példaképet, védőszentet tanácsolt, állított a helyi közösség tagjaival együtt, vagyis itt veletek. Mindig megkérdezhetjük és feltehetjük a kérdést, hogy kik a szentek, és miért is fontosak számunkra, pontosabban mit üzennek a maguk életével. Missziunkban a részegyház községek számára is a magyar szentjeinket választottuk, boldogjainkat. Így ennek a közösségnek, mint egy példaképe, Árpádházi Szent Kinga Szűz.
Kinga, és egészen röviden az életéről, hiszen számtalan alkalommal hallottátok már történetét, magyar királynő volt, és IV. Béla királyunk családjában ő volt az első gyermek. Az ő húga Jolán és Margit. Amit még vele kapcsolatosan érdemes megjegyeznünk, 1999-ben avatta szentté immár Szent II. János Pál pápa. Addig a lengyelek meg mi magyarok tiszteltük őt, számon tartottuk, és hálát adtunk érte az Úrnak. Ma pedig már az egész világegyház, mint követendő példaképre tekint rá. Ahogyan mindjárt látni fogjuk életében, élet történetében, lényegében két nép találkozik az ő személyes sorsában, a lengyel és a magyar nép. És voltak éppen e két népnek barátsága évszázadokra nyúlik vissza, még akkor is, ha jelen időben ezt a fajta barátságot, a két nép közötti barátságot éppen az aktuál politikai helyzet egy kicsikét beárnyékolja, és ezt a fajta kapcsolatot talán részben meg is terheli. Amit meg szoktunk jegyezni az ő életével kapcsolatosan, az az, hogy hosszú éveken keresztül József házasságban élt, azaz úgy élt férje oldalán, mint a Szent Családban a szűzanya Szent József mellett. 1224-ben született, és ebben a korban, ennek a századnak nagyszerű példaképei voltak katolikus egyházunkban, úgy, mint Assisi Szent Ferenc, Szent Domonkos, türingiai Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet, 5-6 esztendős mindössze, amikor már nyitott szemmel figyeli a világ történéseit és eseményeit, és hall arról, hogy szentté avatják nagynényét, Erzsébetet, hall prágai Szent Ágnesről, Kláráról, ki Assisiben élt, és mire 10-12 esztendős, akkor érlelődik benne a felismerés, hogy neki az Isten útját kell járnia, azt szeretné járni, és kedves nővérként, apácaként életét teljességgel Istennek szeretné szentelni. Igen ám, csak az akkori korban, és talán nem csak akkor, a királyi ház politikájához hozzátartozott, hogy a királylányok a szomszédos uralkodói házakba mennek férjhez. És ekkor hallja egy szép napon, hogy kiszemelték a krakkói Boleszláv herceget, és amit most akkor érdemes az ő életével kapcsolatosan megjegyeznünk, az az, hogy egyrészt ott él szívében a szűzi tiszta élet utáni vágy, a szüzességi fogadalom, mellette pedig másik oldalról, mint egy ott van a szülői akarat, amely szerint gyermekük, lányuk férjhez megy. És az ő nagysága többek között éppen ebben van, hogy alárendeli a saját akaratát, a szülők akaratán keresztül megjelenő isteni szándéknak, isteni akaratnak. A magunk esetében, hogyha
ezt a képet, ezt a jelenetet próbáljuk értelmezni, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is az életünk során olykor válaszút elé érkezünk. Egyrészt ott és akkor megvan a magunk szándéka, a magunk elgondolása, saját akaratunk. És mennyire jó, hogyha ezt a fajta szándékot, elhatározást, akaratot oda tudjuk helyezni a gondviselő Isten kezébe. Úgy, ahogyan azt a mi atyánk imádságában is mondjuk, ahogyan fohászkodunk, atyánk, legyen meg a te akaratod. És ezen az emlékedésünknek az első pontja, hogy nyitott vagyok-e az isteni akaratra a magam életében. Avagy mindig dolgaimat csak és kizárólag úgy akarom rendezni, ahogyan én azt jónak látom, elgondolom. Az ő élete, Árpádházi Szent Kinga élete és döntése éppen azt üzeni számunkra, hogy életéből ez a fajta nyitottság sohasem hiányzott. Kinga ismerte névadójának életét, Szent Kunigundának életét, aki 200 esztendővel azt megelőzően korábban szintén József házasságban élt, hallott Szaloméról, aki ugyancsak lengyel hercegné, és tudta róla, hogy ő is szűzi házasságban él. Van egy nagyon kedves legenda, amelynek nyilván van alapja, nem is kell benne keresnünk a történelmi hitelességet, és a legenda értelmében, amikor az egyik máramarosi sóbányában jár a családdal, királyi atyával, ezt kéri tőle, édesapám, adj nekünk ott fönn északon lehetőséget arra, hogy sóhoz jussunk. Add nekünk ezt a sóaknát. És atya nyitott Kinga kérésére, neki ajándékozza. Itt következne a második gondolat, amit szeretnék szintén felkínálni nektek, hogy a mi mennyei atyánkat imádságainkon és kéréseinken keresztül bátran szólítsuk meg. Az imádságnak éppen ez a lényege, hogy benne odavisszük sorsunkat, helyzetünket, óhajunkat, kérésünket, mindannyian egyénileg más-más fajta kérést hordozunk szívünkben, és hogyha sikerül az imádságban, a kérésben mindezt odavinni, biztosak lehetünk abban, hogy a magunk kérése is meghallgatásra talál. Kinga bedobja gyűrűjét a sóaknába, amelyet édesapjától kap, és néhány tíz kilométer északra egyszer csak felfedezik a Jeckának nevezett sóbányát, és majd megtalálják benne a gyűrűjét, amit a hegyek alatt egy búvó patak magával vitt. Szép, gyönyörű, legendás elemet tartalmazó történet, amely az elköteleződésről, az önmagam oda ajándékozásáról szól. És ilyen értelemben ezen a harmadik gondolat, a múlt vasárnap, Szent Háromság vasárnapján emlékedésemmel éppen erről szóltam, éljünk úgy, hogy ajándékká váljunk embertestvéreink számára. És amikor sikerül így ajándékká válni, mint ahogy Kinga is ajándékká vált,
férje számára, akkor ez a fajta nemes szándék gazdaggá és értékessé teszi életünket. Igen, ennek az ajándékozó gesztusnak a mai világ érzékeny embere számára nagyon fontos üzenete van. Hiszen ott van egy sóbánya, amely számára fontosabbat tanúsít, nem a benne lévő gazdagságot jelenti elsősorban, hiszen abban a korban a gazdagság egyik szimbóluma volt, hanem mintegy megalapozza a lengyelek és a magyarok esetében az evangéliumi életet. Jelképezi számára azt a sót, amelyről az Úr Jézus tanít egyik példabeszédében, amikor így szól, ti vagytok a föld sója. És el is mondja, hogy mi a sónak a szerepe emberi életünkben. Voltak éppen ebben az esetben ez a sóbánya, mint egy azt a fajta kötődés, kapcsolatot és benne lévő felelősséget jelenti, amelyet azoknak, akiknek hatalom van a kezükben, használniuk kell, élniük kell vele. És hogyha mindenki a saját maga életébe beletekint, akkor szintén azt láthatja, azt tapasztalhatja, hogy ő is bír ezzel a fajta képességgel, ezzel a fajta hatalommal, hogy nekünk is ott, ahol vagyunk, ahogy vagyunk, a föld sójává kell válnunk. 40 éves volt ez a közös út férjével, amely telve volt harcokkal, háborúkkal, tatárjárás idejével. És a férj mégis boldog volt Kinga oldalán. Hiszen kölcsönösen jelentették egymás számára mindazt, amire a családi életben, családi kapcsolatban szükség van. Magát, a biztonságot, az elfogadást, a szeretetet, a kölcsönös szeretetet, a megértést, az egymással szembeni hűséget. Nyilván egész életén keresztül dédelgette a szerzetesi életet is. És mert időt adott maga számára, férje halálát követően ezt a fajta álmát is meg tudta valósítani, hiszen amikor temették Kingának férjét, akkor ő Clarissa ruhában jelent meg, és ezzel mintegy tudomására adta a világnak, hogy a világ életet befejezte, ezt követően teljességgel életét Istennek akarja szentelni. Nem fog új férj után nézni, nem fog a trónért harcolni, hanem életét az engesztelésnek, az imádságnak szenteli. Kérdezhetitek, mi az, amit a mai napon védőszentünk ünnepén magunkkal vihetünk? Egy nagyon fontos megállapítás, amivel le is zárhatjuk a mai elmélkedésünket, hogy a Jóisten sohasem ad számunkra megoldhatatlan nehézségeket, gondokat, feladatokat. Ha kapunk is bőséggel belőlük, ne feledjük, megadja hozzá a megfelelő kegyelmi segítséget is. Csupán arra az Istenre hagyatkozó lelkületre, szándékra van nekünk is szükségünk,
mint amely jellemezte ünnepe szentünket, Árpádházi Szent Kingát. Ezeket az egyszerű gondolatokat hoztam el számotokra mai ünnepünkön, fogadjátok szeretettel, és nyilvánvaló mi magunk egyénileg kérjük a magunk életében, szolgálatában, elköteleződésében a hűségnek, lelkiismeretességnek, a becsületességnek, tisztaságnak ajándékát. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, terjesszük most kéréseinket Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállal szüzességet. Aki egyházadat, mint tiszta szüzet, jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban. Kérünk téged, aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztasság értékét. Kérünk téged. Aki nékünk, Szent Kinga, szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Kérünk téged, hallgass meg. Aki gondját viseled hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért. Kérünk téged, hallgass meg. Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljes is kéréseinket és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvénye szerint élő házastársakat, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Foglaljunk helyet és felajánlásra 231-es számú éneknek az 5. versszakát énekeljük. 231, 5. versszak.
Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te Szent Kinga lelkében a régi ember helyébe saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, melyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy testem és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Százhuszonkettes számú éneknek első verszakát énekeljük.
ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Bárányom, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram! Az eukarisztikus himnuszunkat, a 280b éneket fogjuk énekelni.
Most pedig háladásra a 293-es számú éneket fogjuk énekelni, mind a négy verszakát. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Kinga példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus a mi Urunk által. Áldás megelőzően a következőket szeretném mondani, hirdetni. Természetesen most a szentmise végeztével közös ünnepünket a közösségi teremben, Agápé kíséretében folytatjuk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. A második, hogy szeretném megköszönni ebben az első fél évben tanúsított hűségteket. Jó esőérzés volt hónapról hónapra találkozni. Most egy kis pihenő vagy csendesebb időszak következik missziónk életében. Július és augusztus hónapban nincsenek szentmisék. Legközelebb szeptember második szombatján, azaz szeptember 9-én fogunk találkozni. Ha jól néztem meg, de megnézem még egyszer. Igen, szeptember 9-én. Amit szeretnék még elmondani, hogy, és ez nem csak itt a helybéli kontakt személyeknek, legátusoknak szól, hanem a többi részegyházközség személyei számára is. Június
4-én, tehát mához két hétre, délelőtt 10 órakor Stuttgartban, több esztendő kihagyását követően megtartjuk a jelen struktúrában még a legátusok és egyháztanácsosok találkozóját, aminek a lényeg az, hogy mindegyik közösség beszámolhat majd arról, hogy hogyan is érte meg az elmúlt esztendőket. Szeretettel várom innen is közösségünk képviselőit erre a szombat délelőtre. A jövő héttel kapcsolatos, hogy keddi napon, azaz 13-án egy szűk kis csapat kíséretében, de részt veszünk az aacheni zarándoklaton, akkor a hajnalban lesz az indulás, és aznap vissza is fogunk térni. Több alkalommal is megkaptam a kérdést, hogy missziunk miért nem szervez zarándokutat ebben az esztendőben. Ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy egymagam vagyok. És most így egyedül, úgyhogy az egész egyház megyében ellátom a lelkipásztori szolgálatot, és látom azt, hogy mennyire fontos azért, hogy hónapról hónapra találkozzunk. Nekem most erre nem volt lehetőségem. Amúgy is azt tartom, hogy jelen pillanatban a legfontosabb az, hogy a szentmiség alkalmával mindig lehetőséget kínáljunk a közös találkozásra. Másodszorban van egy technikai akadálya is most, jelen pillanatban is. Ezen is még kell dolgoznunk. Nevezetesen egyházmegyénkben egy új szabály lépett érvénybe, amely abban az értelemben egy kicsit megköti a kezünket, vagy megnehezíti a dolgunkat, hogy nagyon nehéz most a jelenlegi szabályok értelmében egy ilyen nagy zarándokutat megszervezni, sokkal, de sokkal drágább, mint a korábbi esztendőkben. És maga az előkészítés is rengeteg munkát, rengeteg energiát feltételez, és én egyszerűen ennek jelen pillanatban nem tudok eleget tenni. Bízom benne, hogy amikor sikerrel átalakul az egész egyházmegyében egyházközségünk struktúrája, élete, akkor természetesen ebben a hagyományos nagy zarándoklat helyét is meg fogjuk találni. Ehhez azonban részletekről és mindannyiatok részéről megértést és türelmet kérek. Amikor egy-egy szakasz végéhez érkezünk, akkor mindig nagyon nagy hálát és nagyon nagy köszönetet érzünk a szívünkben. Ez az érzés tölt el engem is most itt. Mindig jóleső érzés és jóleső öröm ide hozzátok is hónapról hónapra eljönni, veletek találkozni. Természetesen köszönöm a barátságot és azt a fajta lelkesedés szeretetet, amelyet ti magatok is nyújtotok, akár számomra is. Május hónapban volt egy nagyon szép ünnepünk. A helyi német közösséggel együtt megünnepeltük a jubiláns házaspárokat, és akkor hadd mondjam el nagy büszkeségben, örömben, hogy Feri bácsi és Erzsike néni a kivételes korosztályt képviselték a 70 éves kegyelmi házassági évfordulójukkal kapcsolatosan. Én magam is jelen lehettem az ünnepen, és nagyon nagy lelki élményt jelentett, úgyhogy mind Feri bácsi, mind Erzsike néni számára továbbra is a Jóisten áldását kívánom, erőben, egészségben. A Feri bácsival számolgatjuk, hogy nem sok van a százig, ugye? Nem sok van már a százig. Jó, hát ennyi lett volna röviden, fogadjátok szeretettel az áldást. Az Úr legyen veletek!
A mi Istenünk, a mennyi és föld Ura, ki templomunk búcsújának évfordulóján egybegyűjtött benneteket, árassza rejátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma, és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Isten, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rejátok, és maradjon veletek mindenkor. A szemmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. Himnuszainkat fogjuk zárásként elénekelni.